Háromnapos ismeretterjesztő kirándulásra utaztak Budapestre Óbecse községi ifjúsági irodájának legaktívabb önkéntesei. Összesen 23 középiskolás és egyetemi hallgató látogatja meg Iva Kekics koordinátorral és az ifjúsági iroda munkatársával Dávid Tufek Dzsittyel együtt ennek az európai nagyvárosnak a nevezetességeit. Két éjszakát és három napot töltünk Budapesten, olyan tervet állítottunk össze, hogy meglátogatunk minden olyan nevezetességet, ami a fiatalokat érdekli. Ennek az utazásnak valójában az is a célja, hogy a csoport, ami legaktívabb önkénteseink, még jobban összebarátkozzanak a jövőbeni együttműködés és aktivitások érdekében. De igazából a fő célja, hogy ezáltal köszönetet mondjunk mindazért a munkáért, önkéntes akciókért, amit velünk együtt és értünk dolgoztak az idei év folyamán. Például az Óbecse éjjel rendezvény az ő segítségük nélkül biztosan nem sikerült volna ilyen jól, ugyanúgy, mint az utcai röplabdatorna sem, vagy az erdőtelepítők parkjának takarítása. Ez igazán a legszebb módja annak, hogy lezárjuk ezt az évet. A fiatalok izgatottan várták Budapestre utazásuk napját, és mint mondják, hálásak azért, hogy lehetőségük nyílt együtt ellátogatni Magyarország fővárosába, valamint az utazás során a társasági kapcsolatokon keresztül a kölcsönös kapcsolatokat is erősíthetik. Nagyon sokat jelent ez számomra. Ezt jutalomként fogom fel az év folyamán megszervezett akciókban való részvételünkért és hozzájárulásunkért. És bár én csak egy fél éve tagosodtam be, számomra is ez egy óriási jutalom, ami miatt mindannyian izgatottak vagyunk, és amit nagyon várunk. Van-e valami, aminek különösen örülsz? Összességében a barátkozásnak örülök, és annak, hogy látványosságokat fogunk megnézni, valamint a közösen eltöltött időnek, amit valahol máshol eltölthetünk együtt. Tekintettel arra, hogy egész évben önkénteskedtünk, és remek akcióink voltak, és remek barátkozások, ezzel az utazással lezárhatjuk ezt az egész évet. Biztos vagyok abban, hogy szuper lesz, hogy kiválóan fogunk szórakozni, hiszen a szervezés mindig is remek volt, úgyhogy most sem lesz ez másként. Van-e valami, aminek különösen örülsz? Mivel még sohasem voltam Budapesten és szeretek utazni, új helyeket felfedezni, ezért biztos vagyok abban, hogy ez a kirándulás remek lesz. Őszintén szólva, sokat jelent számunkra, hogy Budapestre utazhatunk, hiszen a munkánkkal és törekvéseinkkel ezt meg is érdemeltük. Nagyon örülök annak, hogy a község lehetővé tette ezt a kirándulást ebbe a csodálatosan szép városba. Úgy gondolom, hogy mindannyian jól fogjuk érezni magunkat, és egy tapasztalattal többel térünk majd haza. Van-e valami, aminek külön örülsz a budapesti kirándulás kapcsán? Őszintén szólva nincs olyan, mert nem voltam még ebben a fővárosban. Nem ismerem, de azt gondolom, hogy sok szép helyet láthatok majd. Óbecse községi ifjúsági irodája egyébként 2019-ben vitte először Budapestre edukatív kirándulásra az önkénteseket, majd a koronavírus járvány miatt kénytelenek voltak szünetet tartani. Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör valamennyi szakosztályának 240 fellépőjével tartották meg hétfőn este az intézmény hagyományos évzáró műsorát Karácsony köszöntő címmel, amit idén is az óriási létszám miatt két időpontban 17 és 19 órától nézhetett meg az óbecsei közönség. 240 fellépőnk van, ezért kénytelenek vagyunk két identikus műsort adni 5 órakor és 7 órakor, viszont még így a 600 férőhely is kicsit kevésnek bizonyul, így is vannak olyanok, akik majd kívülről nézik a műsort. A dupla előadáson a 600 ülőhelyet biztosító nézőtér zsúfolásig megtelt, és a közönséget ünnepi beszéddel főtisztelendő Pósa László atya köszöntötte. Majd bemutatkozott a modern tánccsoport 5 korosztálya, Gál Noémi és Horváth Sárkány Krisztina vezetésével.
A dúdoló és a szelenceinek együttesek Kis Imre Szerda Anna csoportvezető irányításával, illetve a Szerda András által irányított Botra férfi kórus. A legtömegesebbek a néptánc és népdal csoport tagjai voltak, akik Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs vezetésével és a Fokos zenekar kíséretében mutatták be szerkesztett műsoraikat. Fellépett a Kenderkóc, a Kópé, a Csibész, a Kisbekercs, a Kis Cimbora, a Petrence és a Csicsóka tánccsoport, valamint a Csincsele, a Pendej, a Csintekerintő, a Csicsörke és a Kis Csörögi énekcsoport. Mi a népi táncosokkal kettő blokkot készítettünk az idén is. Két 20 perces műsorba mutatkoznak be a gyermek, illetve az ifjúsági tánccsoportok. Az idén egy kicsit visszatérőbe van a normális kerékvágás. Úgy értem, hogy voltak föllépéseink is ugye a leállás óta, és elég jó visszarázódtunk. A szakosztályok működnek, ahogy régebben is, illetve hát azóta újabb tagok is jelentkeztek, bővült a létszám, aminek nagyon örülünk, hiszen attól féltünk mindannyian, hogy majd ez a megállás megmutatkozik a csoportok munkájába is. Szerencsére ez nem így volt, sikerült visszarázódnunk, és hát ha mondhatjuk, akkor még nagyobb erőbedobással visszatértünk, és úgy álltunk hozzá a munkához, hogy az eredményeket azokat hozzuk az idejébe is. A karácsony köszöntő műsorra lelkesen készültek kicsik és nagyok egyaránt, és izgatottan várták a szereplést a nagy közönség előtt, mondta Gál Noémi, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tánctanára, aki szeptember óta vezeti modern tánccsoportjait, a 7-8 évesek és a 10-12 évesek tánccsoportját, hozzátéve, hogy nagy terveik vannak a jövő évre is. Nagyon ügyesek, sokszor táncoltak már, úgyhogy ebben nem lesz gond 300 néző előtt, és nagyon várjuk, hogy fog sikerülni. Ők is nagyon izgulnak. Elején még furcsa volt nagyon, hogy ilyen fiatal vagyok, és az én kis táncosaim is fiatalok hozzám képest. Én próbálok baráti szinten hozzájuk viszonyulni, ez néha meg is van, néha nem. Nem nagyon hallgatnak rám, de a többségben igen. És én nagyon örülök nekik, hogy a Krisztina fölkért erre, hogy én tánctanárkodjak. Nagyon szeretem a kicsiket, ők is szerintem szeretnek engem. Nagyon ügyesek, sok mindent tanultak ez a 4-5 hónap alatt, és várjuk nagyon a jövő évet, hisz majd versenyekre is fognak menni, és a táncot is majd bemutatjuk az évzáró műsoron. A rendezvény a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT, a Csóri Sándor Alap és az Óbecsei Önkormányzat támogatásával valósult meg.